Jó napot kívánok, én dr. Kovács Örök vagyok, a Kilkó Szóvetem vezetője. Az erős ember az mindig segít, de önként segít, ellenszolgáltatás nélkül. Ezt most ne úgy értsük, hogy valaki elmegy a terapeutához, és akkor a terapeuta ingyen kezeli. Ez óda. Ingyen nem lehet senkit kezelni, mert hát mindenki a piacról él. Én is kimegyek a piacra, pénzét veszem az almát, pénzét veszem a burgonyát, stb. Tehát ingyen nem lehet dolgozni, ingyen nem lehet embereket kezelni. Persze tudom, a Facebookon, meg egyéb helyeken vannak ilyenek, hogy majd én ingyen ezt, meg azt csinálok, de hát aki ezt ingyen teszi, az bizony nem tud semmit csinálni. Aki tud bármit is segíteni, az néha önként segíthet, de semmiképpen sem akkor, amikor kérik, hogy ingyen csinálja ezt, ingyen csinálja azt, hiszen ez a felsőbb elvek ellen való. Ezt jól tudjuk. Az erős ember, ha kell, még az ellenségének is segít. Ha az ellensége, aki megsértette őt, négy kézláb kúszik oda idézőjelben, a küszöbre, nagy bajban van, akkor összeszorítja ugyan a fogát, de segít neki, hiszen az is csak egy ember. Aztán utána elfelejtkezik róla, nem kér semmit. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Kérem, lájkoljanak és iratkozzanak fel a csatornámra. Viszontlátásra!